6 nap alatt épített fel egy faházat a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai karának csapata a kampusz területén. A ház azon túl, hogy elemeire szedhető, minden tekintetben környezetbarát, és az alapanyagok előállításától a majdani újrahasznosításig közel nulla a hozzá köthető szén-dioxid kibocsátás. Ennek terveivel indult a Lungs of the City elnevezésű csapat a Solar Decathlon házépítő világversenyen. Jelenleg a legjobb 18 közé érve utazhatnak Wuppertalba a végső megmérettetésre. A ház Bokréta ünnepségére érkezett Pécsre György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Fantasztikus érzés arra gondolni, hogy itt a magyar egyetemisták a tanáraikkal 68 környékbeli együttműködő vállalkozással építenek olyan élhető otthont, amely környezeti értelemben is fenntartható és ergonomikus, tehát lakható is. Mind a két fontos feltételnek megfelel, hosszú távon jó benne élni, és a környezetünket is kiméli, az is barátságosan viszonyul. És ugyancsak bizsergető, vagy futkos a hátamon a hideg, amikor arra gondolok, hogy ezen minta alapján fogják magyar tervezők, magyar kivitelezők, magyar innovatív alapanyagokból építeni Magyarországon a jövő ilyen élhető és fenntartható házait. És megint csak futkos a hátamon a hideg, amikor arra gondolok, hogy a Pécsi Tudományegyetem projektje, ez a Lungs of the City, vagy a Város Tüdejei projekt, ez egyedül képviseli Magyarországot, és bejutott a 18 leginnovatívabb épület közé ma a világban, és egyedül fogja Magyarországot képviselni Wuppertalban, Németországban, és 3 évig büszkén fog ez az épület ott állni Wuppertalban, és bárki megtekintheti, aki a világból meg akarja nézni, hogy melyek ma a világ leginnovatívabb másoknak irányítató épületei. Kondor Tamás a kardékán helyettese már nem először dolgozik a Solar Decathlon projekteken. 2019-ben a Miskolci Egyetemmel konzorciumban szereztek áttervezett kádárkockával előkelő helyezést. Idén a fő gondolat a környezetbe épülés. Mi a környezetnek a része vagyunk, nem pedig a szemlélői. Amit mi csinálunk a környezetünkkel, ő próbálja javítani, de valahogy visszacsattam mégis. Ha egészséges környezetet sikerül építeni magunknak, az azt jelenti, hogy az egészségünk is jobb lesz. Az azt jelenti, hogy a gyerekeinknek is jobb lesz. Az azt jelenti, hogy egy olyan örökséget hagyunk itt majd a jövő generációinak, ami számukra már könnyebb lesz, ha tudatosan gondolkodnak és felfogják, hogy amit tettünk, azt miért tettük. Ez a projekt azt hordozza magába, hogy mindenki mindenkivel együtt dolgozik. Ha nem tudom, mit csinál a villamos, akkor már rég megkötöttem a saját kezemet. Ha a villamos nem tudja, hogy én miért nem akarom látni azt a vezetéket ott, és miért akarom automatizálni azt, akkor az ő keze van megkötve. Itt nem csak a saját szakmánkat tanuljuk, hanem egy generált, komplex látásmódot. Minden szakma mindent kell, hogy lásson, mindent kell, hogy értsen, nem feltétlenül kell tudnia mindent csinálni, én se tudok. Sőt, a legtöbbet nem tudom, de igyekszem megérteni és egy komplex egészbe foglalni. A hallgatók a versenytervben szereplő ötszintes épület kétszintes változatát építették meg. Mindezt 6 nap alatt, hogy az átadást követően szétszedjék, kamionokra tegyék, és kiutazzanak Németországba a verseny helyszínére. Ami olyan úgy kiszámolva, hogy úgy fér be a kamionba, hogy rá lehet tenni a burkolatot, és nem akadályozza a többi elemnek a szállítását, azt még itt megcsináljuk, esetleg is utólagos festések. A északi oldalt a két nyílázatot még be kell raknunk, ami nem, ugye a közlekedés miatt nem lehet berakva az üveg, hogy szabadon be lehessen járni, meg ugye a munkát ne hátráltassa, és esetleg még a bútorokat a műhelybe kell még elkészíteni, utolsó simításokat is, egy-két csavart berakni, lecsiszolni, lefesteni, lényegében ennyi. A teljes 30 fős csapat kiutazik? Egyszerre kint az építkezésen 12 fő lehet, és 2 8 órás műszor fogunk dolgozni, tehát 24 ember tudja az épületen dolgozni, de viszont lesznek ugye pótemberek, hát valaki lebetegszik, megsérül, nem érzi jól magát, ilyen 35-40-en fogunk kimenni, 35-en tanárokkal, doktorhoz hallgatókkal és diákok hallgatókkal együtt. A tervezés során a passzív energiafelhasználás és a karbonsemlegességen túl az élhető terek is fontos hangsúlyt kaptak. A kiírásnak mindenben megfelelő házépítése tehát Németországban folytatódik, ahonnan az egyetem és a szakemberek reményei szerint komoly eredménnyel térnek vissza a hallgatók.